Na, szevasztok. Herik vagyok, sziasztok. Ez egy ilyen Teeny Ninja bemutató lenne, gyerekek. Mindjárt csak megállítom. Herik vagyok, sziasztok. Egy darabig nem fogok videózni, gyerekek, még meg nem lesz a full screen-em. Meg a, veszek egy két lámpát még szerintem, egy jó darabig szerintem nem fogtok látni. Ennyi baj legyen, nem? Gyerekek. Ez egy játék a Teeny Ninja teknősökből. A Tubeness angolul. Ez ilyen bugokat mutatnák be. Ez egy ilyen rövid videó lesz, csak ennyit akartam mondani, gyerekek. Ez egy ilyen bug lenne a játékban. Ha? Az öcsém gépéről megy, lássátok, egy Athlon 4 magos gépről megy, gyerekek. Egy RX460-ról megy. Kég a véromos kártyáról. 2x8-ig a 1006-os memóriáról megy. És egy DirectX 9-es kártyavezérlőről megy. Az ilyen lenne, gyerekek. Én mutatok egy párat. Ezt nézzétek. Nem tudom, ez milyen. Ez ilyen lenne. Gyerekek. Yes! Lássátok, ez egy bok. Ez egy ilyen lenne. De amúgy jó játék, Gergő már átvitte, ez egy tutoriál rész lenne. A sztoriát már átvitte Gergő. Ez ilyen lenne, gyerekek. Ezek mutatok egy játék rész belőle. Ez ilyen lenne, gyerekek. Nem? De szerintem a játék mechanikája kurva jó. A játék 2013-as amúgy. Most sokat nem tudok róla. A játék mechanikája a Batmanhez, például a Pókemberhez hasonló. Csak ez nem open world játék, ez story szerint megy. De nem lehet mászkálni, csak storyba bemész, majd azt is majd egyszer. Egy jó hónap szerintem most meg lesz minden, azt majd rendesen elkezdem az egész. Meg gyűjtöm a pénzt. Ilyen lenne, gyerekek. És előtt hosszú szerintem. God, I hate these guys. Ez egy előre felvett videó, ezt csak átveszem így az én gépem, mert ez Gergő gépéről vett fel. Egy ősrégi géppel is lehet lássátok rögzíteni. Szerintem elég szépen felvettem a kártyáját. Mondjuk az én gépem se egy új gép, egy M3-os, az övé meg egy FM2-es alaplap, szóval érted? Ahhoz képest újabb az enyém, de nagyon sem van. Meg egy Injustice, az igazság ligájából fogok mutatni egy pár videót. Lássátok, hogy mennyit fejlődött a Teeny Ninja 13-tól például. Mert szerintem abban a legszebb a Leonardo. Mert van Leonardo, Michelangelo, Donatello és Raffaello. És e pillanatban Leo-val verekszik az öcsém. Akkor megyek át a DC-re. Ja, neki a player az...
Majd QHD-s videó, gyerekek, ez már az én gépemről van. Lássátok. Itt mutatom a karaktereket, szerintem látni fogjátok. Leonardo, Superman. Ja, meg 16 gigaram az feltétlenül kell, mert ilyen 8-9-et eszik alapból. De ott van írja, ott van sarokban, már 7 giga fölött vagyunk. Elrakott magának 18-at, lássátok. Jó. Betöltés idő sem van hosszú. Tök jó. Így néz ki Leo, lássátok gyerekek. Ő befestettem ilyen fekete matt zöld lett most. Be lehet festeni a karaktereket. Ez nem lesz egy hosszú videó gyerekek. Én mutatok egy kivégzés, gyerekek. Ezt nem tudtam mondani. Mutatni. Ez egy nem kivégzés, egy kombó elvégzés. A kivégzés nincs a játékban, gyerekek. Ez lenne, gyerekek. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a gyors videót. Csak ezt szerettem volna elmondani, gyerekek. Viszlát!